Közeledik az év vége, így azok a befektetők, akik 2012-ben nyitottak tartós befektetési számlát, azaz 2012 volt a gyűjtő évük, a következő néhány hétben azon kérdéssel szembesülhetnek majd, hogy szeretnék-e vinni a tartós befektetési számlát, vagy pedig hagyják kifutni azt. Abban az esetben, hogyha a tartós befektetési számla kifutása mellett döntenek, tehát a jövőben nem szeretnék, hogy egy újabb 5 éves időperiódus induljon el, akkor a befektetőnek semmi teendője nincsen, év végével a tartós befektetési számlán lévő eszközök automatikusan visszakerülnek a főszámlájukra. Abban az esetben, hogyha tartós befektetési számlájuk meghosszabbítása mellett döntenek, egy nyilatkozatot kell kitölteni a befektetési szolgáltató részére, melyben jelzi az ügyfél, hogy szeretné, hogyha tartós befektetési számláját tekintve egy újabb 5 éves időperiódus kezdődne meg. Az idei évtől jogszabályi változás történt, így a befektetőknek már az ötödik év végén is lehetőségük van arra, hogy a befektetett tőke egy részét kivonják a tartós befektetési számláról, és az újabb öt éves időperiódus már egy alacsonyabb, csökkentett tőkével induljon el. Ehhez természetesen ugyanúgy egy nyilatkozat kitöltése szükséges, melyet a befektetési szolgáltató minden befektető részére elküld, aki 2012-es tartós befektetési számlával rendelkezik. A számla meghosszabbításának előnye az, hogy a befektetőnek már nem kell újra szembesülnie az úgynevezett gyűjtőévvel, hanem 2018. január 1 már azonnal elkezdődik az az 5 éves időperiódus, melyben 3 év után adókedvezmény, az újabb 5 év leteltét követően pedig adómentességre jogosult. Azonban nem csak a 2012-ben tartós befektetési számlát nyitott ügyfeleknek érdemes átnézniük befektetésüket, hiszen azon ügyfelek, akik 2014-es gyűjtőévvel indították ezen számlájukat, most érnek a három éves fordulóponthoz, tehát nekik már lehetőségük van arra, hogy a 15% helyett 10%-os adókulcsal csökkentsék befektetett tőkéjüket. Az évvégéhez közeledve azt is érdemes mérlegelni a befektetőknek, hogy a gyűjtő év jelentősen lerövidíthető, hiszen azon befektetők, akik a következő néhány hétben nyitnak 2017-es tartós befektetési számlát, 2018. január 1-től rögtön elindul számukra az az öt éves időszak, melynek végén teljes adómentességre lehetnek jogosultak a számlán erért profit után.